A téli fűtési szezonban az egész országban, így Tolna vármegyében is megnő a szénmonoxid okozta balesetek száma. A széntelen szagtalan gáz belélegezve akár néhány másodperc alatt eszméletvesztést okozhat, perceken belül pedig fulladásos halált. A katasztrófa védelem ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy aki nyílt égésterű tüzelőberendezést használ, legyen különösen óvatos. Téli fűtésszezon idején is mindenki szerőztessen, tehát a friss levegő utánpótlás az ennek az alfája és omegája egyszer, amellett, hogy a tüzelés fűtőberendezésünk hibátlanul működik, ezt pedig egy egyszerű szakember általi felülvizsgálattal tudjuk elérni, hogy ez megfelelően üzemeljenek. Tehát én mindenkit arra kérek, hogy a téli fűtésszezonban is ismételten a szerőztetéseket végezze, valamint a húzat biztosítása érdekében pedig a kéményének az ellenőriztetését is. Az országnak ezen a részén tavaly 27 alkalommal vonultak tűzoltók szénmonoxid okozta esetekhez. Haláleset Tolnában nem történt, de országosan ugyanez nem mondható el. Idén pedig újabb két szivárgás miatt is riasztották már a láglovagokat. Bán Attila, vármegyei tűzoltósági főfelügyelő azt mondja, vannak a lakásoknak kifejezetten veszélyes részeik. Mindenképpen meg kell említeni a fürdőszobákat, ahol ugye általában a vízmelegítésekre is szokták alkalmazni, használni a kombikészülékeket, illetve természetesen minden olyan helység, ahol nyílt égésterű tüzelőfűtőberendezés üzemel. Ezt javasoljuk. A szakértők szerint érdemes lehet egy nagyjából 10 000 forintos szénmonoxid érzékelőt is beszerezni.